Vasárnap éjjel ismét erőteljes vihar söpört végig az országon. Ezek a felvételek Békásmegyeren készültek, ahol jégesővel és felhőszakadással érkezett meg a hideg front. Hétfőn hajnal 2 órakor pedig már megyénkben is hasonló jelenségre ébredhettünk. Bár a múlt hetihez hasonló pusztítást most nem végzett a vihar, a szakembereknek bőven akadt dolguk. Reggel 9 óráig több mint 40 bejelentés érkezett az igazgatóság főügyeletére, elsősorban kidőlt fák, lehasadt faágak miatt, de voltak jelzések megrongálódott épületek miatt is. Szabolcs-Bálkán például egy lakóház lemezborítású tetőszerkezetét tépázta meg a viharos erejű szél. A tűzoltók megyeszerte több településen végeztek műszaki mentési munkálatokat, többek között Nyíregyháza, Dombrád, Búj, Mándok és Tiszabercel településeken. De nem csak a hirtelen jött vihar okozott károkat hétfőn hajnalban a megyében. A Máté-Szalkai tűzoltóknak lángokat kellett oltani. Éjszaka teljes terjedelmében égett egy 16 négyzetméteres melléképület ökörító fülpösön, benne pedig berendezési tárgyak, kisgépek. A Máté-Szalkai hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral, kézi szerszámokkal fékezték meg a lángokat. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzeseti helyszíni szemlét végzett a helyszínen. A nyár folyamán még készülhetünk viharokra, ezért a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ha valaki sérült leszakadt vezetéket vagy kábelt talál, ne közelítse meg, kérjen segítséget a katasztrófavédelemtől.